Einstein magát idézem, ő azt mondta, hogy 100 kísérlet se fogja az őneki az igazát alátámasztani, de egyetlen egy kísérlet is meg tudja cáfolni, neki igaza van. Hát én nekem sikerült ezt egy olyan kísérletet csinálni, ami azt hiszem alapvető, és a Einsteini elméleteket meg tudja cáfolni. Ez épp a Szabad Esés Egyetemességének a megcáfolása volt. Azt én a brémai toronyban mutattam talán a képen. Elvégezett kísérlet alapján tudtam kimutatni, hogy a gyorsulás a gravitációs erőtérben függ az anyag összetételétől. És ez alapvetően Einstein állítását, Einstein Galileit és Newton átvett hipotézisnek a cáfolását jelenti. Én is az Einstein szellemében nőttem fel, mint fizikus, de még egész fiatal fizikus koromban olyan irányba vitt az én kutatásom, ahol elkezdtem kételkedni Einstein alapvető elméibe. Végén az Einstein a fizikát teljesen megforradalmazta múlt évszázad elején, de még manapság se tudott a fizika teljesen egy megfelelő elméletet előállítani, ami az összes kölcsönhatásokra megfelelne. Valahogy a gravitáció manapság is kilóg a többi kölcsönhatásokból, és nem sikerült egyesíteni például a jól ismert elektromagnetikus kölcsönhatásra. Nem, és ez volt az én témám, én részecske fizikus vagyok, elméleti részecske fizikus, és a munkámmal kapcsolatban a tömegeken akadtam fel. Az volt a belátásom, mint fiatal fizikus, hogy a tömegfogalom a fizikában nincs jól értelmezve, illetve azt az értelmezést, amit Einstein is elfogadott a Newton és Galilei alapján, a két tömeg egyenlőségét, a tehetetlen és a sűrűsebb egyenlőség, azt én megkérdőjeleztem, és ezzel kapcsolatban jelent meg most a könyvem, ami egy szabadesés kísérletet is tartalmaz, ahol kimutatom, hogy tényleg a két tömeg különbözik egymástól. Einsteinnek végénben két alapvető hipotézisa volt, hogyha el akarjuk rövidíteni. Az egyik a fény-kvantum hipotézis, a másik azt átvette a Galilei és a Newtoni elméletekből, hogy a kétféle tömeg, a tehetetlen és a súlyos tömeg egyenlők. Ő meg is próbálta a tömegeket egyszerűen energiává átformálni, mondjuk kiküszöbölni, úgyis lehet mondani, kiküszöbölni a fizikából, és ezt már a speciális relativitás elméleten keresztül is megfogalmazta, ebben megfogalmazta, onnan jön az E egyenlő MC négyzet világ, mindenki ismeri formuláját, ahol bent van a tömeg is, az energia és a fénysebesség. De itt te még nem mondta meg, hogy mi is az az M, mi az a tömeg Einstein. Ebben később foglalkozott, egyszerűen a két tömeget, ezt a tehetetlen tömeget egyévé tette a gravitációs tömeggel, illetve átvette Newtonnak és Galileinek a feltevéseit, ahol a két tömeg egyenlő. És ez sikerült nekem bebizonyítani, illetve olyan elméletet találtam ki, dolgoztam ki, ahol nem a tömeg a gravitáció nem mérvadó, hanem elemi gravitációs töltések. Van négy stabil részecske, és ennek a négy stabil részecskének két
elemi töltése van. Van egy elektromos töltés, akit mindenki ismer, plusz-minusz előjelle, és van egy gravitációs töltés. Most ez a gravitációs töltés a négy részecskénél nem egyenlő nagy, vannak két kisebb gravitációs töltés részecskék, ezek az elektron és a pozitron, és van két nagyobb gravitációs töltés, ez a proton és a antiproton, de ezt nem nagyon szeretem, szerintem a nevet Elton adtam, elektron, pozitron, proton, Elton. Na és ez a négy, ennek a négy elemi részecskének kétféle töltése van, ami kétféle mezőt okoz. Az elektromos, az elemi elektromos töltések az elektromágnetikus mezőt okozzák, és a gravitációs töltések a gravitációs mezőt. És több nem is kell az egész világűrbe. Érdekes módon a tömegspektrométerekbe már a magfizikusok már 1920 óta tudják, hogy ott van egy tömeghiány. A magok képzésénél elveszik tehetetlen tömeg. Ez úgy lehet észrevenni, hogyha az ember megszorozza a hidrogén atom tömegét, mondjuk egy bizonyos számmal, A-val, A a tömegszám, és kikeresünk egy olyan izotópot, aminek éppen A a tömegszáma, akkor a megmért tehetetlen tömege ennek az izotópnak kisebb lesz, mint a A-szor a hidrogénatom tömege. Tehát valahogy eltűnik tehetetlen tömeg, mert a tömegspektrométerben csak tehetetlen tömeget mérünk, nem gravitációs tömeget, nem súlyos tömeget. Mondjuk ez még nem mondja meg, hogy mi a gravitációs tömeg, erre kellett bevezetni a gravitációs töltést, amiből egyenes arányban van a gravitációs tömeggel. Különbség van a tehetetlen és a súlyos tömegek között. Mégpedig attól függően, hogy a mag hány protonból áll. Tehát a súlyos tömeg az állandó. Az marad. A Föld vonz valamilyen anyagot, azon nem változik semmi, az csak tényleg a tömegtől függ, a protonszámtól függ, hogy hány proton van benne. De a gyorsulásnál, amit én mértem a brémai kísérletben, ott egy olyan egyenletet használtam fel, ahol egyik oldalán van a tehetetlen tömeg, tehát a tehetetlen tömeg, ez a gyorsulás, a másik oldalán meg a súlyos tömeg, már a gravitációs állandó. És a kettő tömegnek a végén az aránya az függ az összetételtől. Tehát a súlyos tömeg osztva a tehetetlen tömeggel az nem egy, hanem egy plusz egy delta. És ez a delta függ az anyagtól.
ezzel elég nagyságú eltéréseket vártam a gyorsulásnál. És ezt nagyjából meg is mutatta a kísérlet. Én vettem lícium, berillium, bor, szén, alumínium, vas és olmot. Most az alumíniumot csak azért vettem, mert a kapszula a toronyba az is alumínból volt, tehát én az alumíniumhoz mértem a gyorsulásokat. A vas, arról tudtam az elmélet szerint, az gyorsabban esne, mint az alumínium, tehát az marad, az nem emelkedik fel az asztalról, hogyha az egész leesik, hanem az marad az asztalon. Most lícium és szén és a nagy fajsúlyú ólom, az felemelkedett az asztaltól. Ezeknél ki lehetett számítani, hogy van gyorsulás különbség. Tehát ez azt jelenti, hogy az alumíniumnál kevesebb tövebb számú, kevesebb protonból álló magok lassabban esnek, mint az alumínium, de a több protonból álló maguk is lassabban estek, mint az alumínium. Az ólom, annak a 208 protonból áll a magja, én beleszámítom most persze a neutronokat is, a neutronokat is, ez is lassabban esik, mint az alumínium. Tehát nem a fajsúlytól függ ez, hanem tényleg, hogy vannak a protonok a magba kötve. Ez azt jelenti, hogy ha egy 100 méteres esésre gondol az ember, akkor ezzel lépni az 10 cm útkülönbséget jelent. És 100 méteres eséshez körülbelül 4,5 másodperc kell, tehát ez egy gyönyörűen videóra fel lehet venni a különbségeket. Mert 4,5 másodperc alatt valamilyen test az alaptól 10 cm-re fölemelkedik, vagy 1 cm-re, vagy 3-ra. Persze ez függ az anyagtól. Azt jelenti ez, hogy az eddigi fizikai könyveket át kell írni, vagy pedig csak ki kell egészíteni egy új elmélettel és annak a gyakorlati eredményével? Hát az a meglátásom, hogy a fizikai könyveket alapvetően át kell írni, mert ez végem az első, a fizika első feltevése volt, ami még Galileitől származik, hogy minden test függetlenül összetételétől egyenlő gyorsulást kap, érez a gravitációs térbe, a föld vonzó terébe. És ez nem stimmel. Most ez annyira alapvető, és annyira megreformálja a fizikát, hogy én ki tudom mondani, hogy végül két alapvető mezőből áll az egész univerzum, amit két elemi töltés, az elektromos töltés, az elemi gravitációs töltés okoz. Tehát nem a tér görbülése, ahogy a Einstein elmélete szerint gondolják a fizikusok a gravitáció oka, hanem elemi gravitációs töltések okozzák a gravitációt. Ez nem csak azt jelenti, hogy kétféle töltés van, hanem ez mind a kettő, ez úgy nevezett, a fizikusok azt mondják, hogy Maxwell töltés, tehát olyan töltés, ami kisugároz a töltés mozgási állapotától függetlenül, ezt ismerik a fizikusok nagyon jól az elektromos töltésnél. Ugyanezt történik a gravitációs töltéssel is, tehát minden test sugároz. Még egy elektromosan semleges test is sugároz végem, ha mozog egy gravitációs térbe. Egész kivételes esetben, mint a bolygók pályái, vannak ilyen stacionáris állapotok, de azon kívül minden. Az ember fellő egy rakétát, vagy elindított egy űrzondát a nap körül, és az most valahol, nem tudom, a Pluton túl van, ez a pályáján gravitációs hullámokat sugározott ki. Ráadásul a NASA méri is, hogy az eltérés, ezeknek a Voyager-nek az eltérése a legjobban kiszámított pályától kimutatható. És ez a különbség, ez szerintem a gravitációs hullámok kisugárzása miatt van. Tehát végén az egész világot máshogy kell elképzelni, mint az eddigi általános relativitás elmélet alapján.
a két töltések egész más térfelfogást fognak eredményezni, amit én már végig gondoltam. Ez egy ilyen euklideszi tér marad, tehát nem lesz megkörbítve a tömegek körül, nincsenek fekete lyukak, vannak ugyan tömegkoncentrációk, de nincsenek fekete lyukak, és nem is lesz nem is volt ősrobbanás. Mert ez a négy elemi részecske, ez stabil, tehát ez sose tudott keletkezni, és sose lehet őket megsemmisíteni. Mert az elemi töltéseket nem lehet megsemmisíteni. Lokálisan van csomósodás, de az én elméletem szerint, hát végén, mert ez is új, de ez a négy elemi része sose keletkez, ez mindig volt és mindig van. Ez érdekes dolog. De a csillagok képzése, a csomósodás, az előléphet, persze. De ennek is megvannak a határa. Én nekem van egy olyan elméletem, ami az asztrofizikusok tudják, hogy végeményben neutron csillagok lesznek a csillagokból, amik aztán még tovább sűrűsödnek, és valamikor nem nagyon értjük, hogy miért, de előáll egy ilyen szupernóva robbanás. Hát erre én is kifejlesztettem egy elméletet, amit meg tudom magyarázni, hogy keletkezik a volt neutron csillagból szupernóva robbanás. Itten két újra felfedezett részecske, még amit a fizikusok ismernek, és aminek a nevük a neutrino, ezek okozzák, ezek egy nagy szerepet játszanak végemben a csomósodásban, a magok képzésben és a szupernóva robbanásokban, mégpedig a neutrinók, azok két alapvető van, az egyik elektron neutrino, amik elektron és pozitron kötött állapotát képezik, a másik meg a proton és a eltonnak a kötött állapotát képezni, és ezeket ki tudtam számítani, milyen nagyok, mennyi energiájuk van. A kisebbik, a kettő közül, az a proton neutrino, az a proton eltonból áll, az 3,8-10^-17 cm nagy. Tehát nagyon kicsi, sokkal kisebb, 2000-szer kisebb, mint a mag. Ez elektronneutrino, az meg 0,7-10^-14 cm, az egy kicsivel kisebb, mint a ma ismert mag átmérője. És végem ezért jöttem arra az ötletre, hogy végem a magokat ez elektronneutrinók képezés, segítségével képez. Ez a raktapasz a protonok között. Az elmélet az van, meg van fogalmazva, a fizikai következtetések, a matematikai megfogalmazás az le van írva, a kísérletek alá vannak támasztva, úgyhogy ezt akarom, hogy minél előbb egy ilyen diszkúzió jöjjön létre, ahol az alapvető fogalomtól elkezdve a fizikát még egyszer át kell világítani. De olyan alapvető dolgokra,
hogy például az energia megmaradás az fizikának ez egy alapvető tétele, hogyha egy anyagot hordó valami mozog, akkor annak az energiája megmarad. És ez én elmétem szerint ez nem igaz. Ez már végénben a fizikusok alapvetően tudják, hogy már az elektromos mezőben sem így van. Mert egy mozgó töltés egy elektromos mezőben kisugárzik. A kisugárzás az energiavesztés. Tehát az energia átmegy a mozgás, az anyag mozgása energiába, a kisugárzott mezőenergiába. És mégis ez valahogy, ez az alapvető tétel, ez valahogy nem fogalmazódott meg annyira, hogy ezt megkérdezőjeleztük volna. Én elemi részecske fizikus vagyok, végem az alapvető, az első oldalon, az összes elméleti könyvnek első oldalon ott van az energia megmaradás tétele. Mert nagy rezonanciára számítok, nem csak pozitív rezonanciára, most képzeljétek el azokat a kutatókat, akik 10-20-30 éve kutatnak egy bizonyos irányba. Meg vannak győződve, hogy ők azokra az alapokra, amely felépítették az elméletüket, jól dolgoznak. Én meg teljesen az alaptól kezdem el a fizikai kutatást. De például olyan dolgok, hogy azt mondom, hogy végénben az összes mező, ami körülvesz bennünket, az anyagot körülvesz, az egy nem konzervatív mező. Tehát vannak kisugárzások, minden részecske kisugárzik. Tehát nem fogadom el az energia megmaradást a részecskének szintén, anyag szintén. Az anyag kisugárzik. Ezt így is úgy is tudják végmeszi fizikusok, mégse dolgozták be az alapokba. Hát a hőmérséklet kisugárzás az is az. Ott is mozgás van, és végén ez a mozgó részecskék kisugároznak. Valami eltávolodik abból a közegből, ahol az anyag van. És ez az elmélet valahogy, vagy ez az, a, nem, 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 nehezen tudták a fizikusok az alapokba visszamenve újba felépíteni egy elméletet. Sok ismerősöm van, akik 30-35-40 évig kutattak a részecske fizikába, és amikor abba hagyják, akkor olyan elégtelenek, azt mondják, hogy most mit csináltunk, mi újat fedeztünk föl. És ezek azért tényleg majdnem olyan kiégő hangulatot adtak át. Úgyhogy én például az én a volt kollégáim a Mainzba, nekem mondjuk egész más volt a pályafutásom, mert én az elemi részecske fizikában, a alapkutatásból, a fizikai kémiában és a gyógyszerkutatásba kerültem át, és onnan jöttem vissza megint az alapkutatáshoz. A kollégák azok maradtak az alapkutatásnál, és 40-30-35-40 év után teljesen kiégve mentek nyugdíjba. Én meg örülök neki, hogy most van időm, energiám, és meg tudom fogalmazni azokat az ötleteket, azokat az elméleteket, amit kigondoltam. Volt egy nagyon jó fizika tanárom a Győri Gárdonyi általános iskolában, persze akkor Lenin úti volt, de ez volt a régi Gárdonyi, a lengyel tanár úr, aki még emlékszem, olyan szemléletesen tudta a fizikát ábrázolni, hogy ez még most is megmarad. Például elmesélte, hogy tudjátok, hogy miért az olvadási pont lesüllyed nyomás állat, hogy hol tudjátok azt megfigyelni. Azt mondja, nézzétek meg a kofákat, akik állnak a piacon a hóesés után, hogy mi van a lábuk alatt. Ezt ötten tócsák fognak nőni, tehát a hőmérséklet a nyomás alatt alacsonyabb lett, olvadási hőmérséklet, és felolvad a hó. Na hát ilyen hasonló, nagyon szemléletesen és nagyon odaadóan tudta a fizikát a diákoknak átadni, szerintem ő nagyon befolyásolt engemet. Hát én még egyben olyan 12-13 éskor eldöntöttem, hogy én fizikus leszek.
fiatalsági csinnisnek is lehet nevezni, mert a szülei nem is tudták, hogy ki akarunk menni, és csak 2 hónappal később tudták meg, hogy kint vagyunk szerencsésen Németországban. Szóval mondjuk nekik elég tragikus volt, nálunk nem, mert mi újat láttunk, és ott egyből a magyar gimnáziumba kerültünk, magyar nyelvű gimnázium még most is megvan, úgyhogy nem volt megszakadás a gimnáziumi kiképzésben. És onnan aztán végül 5 éve később, vagy 4,5 éve később érettségiztem, és utána egyből a Gießen Egyetemen kezdtem a fizika tanulást, és a fordiploma után kerültem Mainzba, ahol diplomáltam és doktoráltam. Na és innen ered végén, mert a diplommunkám alul ez az elméletnek az alapja, ahol az instabil elemi részecskéknek a tulajdonságát kellett nekem megvizsgálni, az akkor felmerülő kvark modellal, és ott feltűnt, hogy a tömegrelációknál a tömegfogalom nincsen letisztázva a fizikában. Szóval ebből végeztem a diplommunkát, és a doktorátus alatt is az egyetemi évem alatt kimondottan ilyen alapkutatást végeztem, részecskekutatást, kvantummechanikát, vagy kvantum mezőelméletet. De 75-ben, 76-ban változtatni kellett, akkor a Max Planck Intézetbe kerültem át, ahol a fizika-kémia területen, ilyen folyadék kutatása foglalkoztam, komputer szimulációval, ilyen oldalékokkal, és onnan aztán később megint nagy váltás állt elő, hogy pénzt keressek, a gyógyszeriparba kötöttem, és ott is a kutatásban dolgoztam 17 évig. Böhringer Ingelheim az manapság Németország legnagyobb gyógyszergyára. Annak a kutató részlegében dolgoztam egész a nyugdíjamig, de akkor én elővettem azokat a dolgokat, azokat az alapvető kutatások, eredményeket, amiket régen a 25-26-28 éves feje kikutattam, részben nyilvánosságra is vannak hozva, és onnan folytattam aztán a további kutatásaimat. Az mindig nagyon jó érzés, az ember eredményes, és látja, hogy mondjuk egy új területen tovább jut. Ez magába, és ez nem csak mondjuk, nem csak a papíron látom ezt, hanem én egész a világot máshogy látom. Én végül a mi körülöttünk látható anyagokat, könyveket, tévét, lámpát, azt úgy látom, hogy azok mind 3 részecskéből állnak. És milyen fantáziája van a természetnek, hogy ebből a 3 részecskéből ennyi különféle színű, formájú, szagú, súlyú dolgot elő tud állítani. Az ez borzasztó érdekes dolog. És ez végül egy kicsit az a jóistennek az újjára nézni, az egy nagyon kellemes érzés.